this is a surprise. Pete Bish wants to say some words to you. Will you translate, please? Good morning, everybody. I'm Pete Bish. I'm from England. I've been flying from this wonderful airfield for 37 years without a break. Bemutatkozás volt az angol csapat, a British Airways csapattól 25 év óta repül mindenő éppen, vagy legalábbis amikor a találkozó megrendezésre került, de egyébként közben is el szokott jönni. My involvement with Erchain and Hungary started in 1980 when the British Airways manager in Budapest, manager Hungary, Imre Benczi, invited us to British Week to do a tethered flight in Budapest. A kezdetekről beszélt, hányban? 80-ban. A Malév klub meghívására, ugye valószínűleg a Malév és a British Airways között volt kapcsolat, és egy függesztetéssel kezdték Budapesten. And whilst we were here, he came up with the idea of a competition each year between the British Airways balloon and the Malév balloon, which we started in 1981 at a meeting in Leninváros. Igen, tehát felmerült az ötlet, hogy a Malév és a British Airways csapatok részvételével jöjjenek létre rendszeres találkozók, és 81-ben Leninvárosban akkor meglett az első. And as part of that, he initiated a cup called the Malév British Airways Cup, which we competed for in Leninváros, and then about six times here in Erchain. Ezen a Leninvárosi találkozón ez a kupa volt az első díj, és aztán többször előfordult itt Erchainben is. I'm ashamed to say that Malév won it more times than British Airways, but when I was here last month and I saw you setting up this museum, I thought that the home for this cup should be the museum. So this is where I'm going to leave it today. Igen, tehát ugyan kicsit szégyenli, hogy a Malév csapat többször nyert ezeken a találkozókon, mint a British Airways, de végül is úgy érzi, hogy ennek a kupának talán itt lenne a legjobb helye ebben a múzeumban. Köszönjük szépen!